Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. hétvégén kezdetét veszik a francia nemzetgyűlési választások. Emmanuel Macron elnök a szélső jobban szemben egy centrista védővezet kialakítására épít, de egyelőre csak a baloldal sikerült összerentenie. Szabó Márta írása. Rá kell nézniük a naptárra a franciáknak, hogy meggyőződjenek. Nem 2027-et írunk, mert az európai parlamenti választások utáni légkör olyan, mintha a szűk három év múlva esedékes államfő választás előtt állnának. Pedig csak a parlament alsóháza a nemzetgyűlés összetételéről dönthetnek június 30-án és július 7-én. Miután Emmanuel Macron köztársasági elnök annak felosztatásával reagált a számára kínosan zárult LP választásra. A Macron-féle Reneszánsz párt köré szerveződött koalíció a szavazatok 14,6%-át szerezte meg június 9-én. A Marine Le Pen nevével félmjelezett szélső jobboldali nemzeti tömörülés, RN, viszont a voksok 31,4%-át. Az RN óriási győzelme a prognózisok ismeretében nem lehetett meglepetés. Az viszont, hogy Macron parlamenti választás kiírásával reagál, készületlenül érte a politika szereplőit. Na, utólag sokan állították, hogy az államfő előre eltervezte a lépését. A Macron támogató az 577 tagú nemzetgyűlésben együtt a köztársaságért néven futó centrista liberális szövetség az utóbbi két évben alkukkal, illetve rendeletekkel tartotta életben a relatív többségére támaszkodó kormányát. És az EP kudarc miatt nem lett volna kötelező felrúgni a státuszkót. Macron gyorsan tisztázta is, hogy nem mond le, de hozzátette, nem tehet úgy, mintha mi sem történt volna. Ideje tiszta helyzetet teremteni. Egy személyi döntésekor talán arra számított, hogy az együtt mellé állítja a szélső jobb előretörésének hagyományosan gátat vető erőket, ám ez nem jött be. Egy összefogás hamar kialakult ugyan, de nem mellette. Négy nagy baloldali párt közös nyilatkozatban jelentette be, hogy új népfront néven együtt elindulnak, felosztva a körzeteket. A legtöbb jelöltet a populista engedetlen Franciaország, LFI állíthatja. Utána következik az EP választáson meglepően magas 13,8%-os eredményt elért szocialista párt. Tőlük lemaradva jönnek a zöldek, végül a kommunisták. Egy ilyen több már a 2022-es nemzetgyűlési választás előtt is összejött. Azóta azonban szétveszítették a belső ellentmondásai. Az utolsó csapást az mérte rá, hogy az LFI élén a korábban antiszemitizmussal vádolt John Luke nem volt hajlandó terrorista szervezetnek minősíteni a Hamászt a tavaly októberi izrael elleni támadás után. A konfliktus most is garantált, hiszen a szocialisták vezetője Rafael Glucksmann és Mélenchon még az EP kampány alatt is támadta egymást. Egyelőre viszont fegyverszünetet kötöttek, aminek részeként mindketten jelezték, nem ambicionálják a miniszter elnöki szék megszerzését. Meghatározó baloldali arc hiánya viszont hátránya szélső jobban a szemben, ahol már jó ideje prezentálták a kormányfőjelöltet. Nem az erendt ténylegesen kézben tartó Marine Le Penről van szó, hanem a párt által a felépített elnökéről, Jordan Bartelláról. A 28 éves hű fegyverhordozó miniszterelnöknek készül, ami normális esetben nem főszerep. A francia államfő hatalma nagyobb, mint európai kollégáié. Ő vesz részt az uniós csúcsokon, vezeti a kormány üléseit, a miniszterelnök dolga a teendők levezénylése. Bardella viszont most úgy lép fel, mintha az ország teljhatalmú irányítása volna a tét. Egyes szám első személyben fogalmazva fejtette ki, hogy nem akarja olyan reformokkal etetni a franciákat, amelyeket nem tud végrehajtani. A kormányzáshoz abszolút többségre van szüksége relatív többséggel, társbéletben, azaz más pártállású államfő mellett nem lehet megváltoztatni a franciák mindennapi életét, mondta Bardella a jobb oldalhoz közeli CNews News TV-ben. Elemzők szerint ezzel nem csak a híveit akarja szavazásra buzdítani, hanem jelezte, hogy nem minden áron fogadná el a kormányalakítási megbízást. Emögött az állhat, hogy a szélső jobban is tudják, feladat van bőven, és a kormányukkal zsigerileg mindig elégedetlen franciák három év alatt akkorát csalódhatnak bennük, hogy 2027-ben sem érnék el a régóhajtott célt Marine Le Pen köztársasági elnökké választását. Óvatosságra inteti az elemvezetését az is, hogy meg kellene őrizni a választás utáni kavarodásban szerzett partnereket. A magát Charles Gould örökösének tekintő, az EP választáson 7,3%-ot szerzett köztársasági párt LR vezetője, a löpenne jó kapcsolatot ápoló Erik Ciotti az RN-nel való összefogásra buzdította pártját. A szakadással felérő belviharok oda vezettek, hogy 62 választókerületben az RN nem indít jelöltet a Ciotti által támogatott köztársaságiak ellen. Nagyjából ennyiben viszont az együtt segíti távol maradásával a hozzá hű elerjelölteket. Felugrott a szekérre Márin Lepen Unokahuga, unokahúga, Marion is, aki korábban elpárt volt az erentől, amíg attól is jobbra álló Erik Zimur vezette visszahódításhoz. Most viszont a nagynéni támogatására szólította fel híveit. A táborok egy tévévitában is összecsapnak. A részövék tudják, alkalmi együttműködésekre készülve kell vitatkozniuk, mert a nemzetgyűlésbe két fordulóban egyéni jelöltekként lehet bekerülni. Aki az elsőben léri az 50%-ot, az egyből képviselő lehet. Máskülönben azok részt az többséggel megnyerhető második menetben, akik az elsőben megkapták a szavazatok legalább 12,5%-át. Ma nincs elemző, aki megtéppelné, hányan ugorják meg a küszöböt az egyes körzetekben. Arra inkább mernek fogadni, hogy a részvételi arány magasabb lesz az LP választáson elért 51,5%-nál, akár a 60 százalékot is meghaladhatja a 2022-es nemzetgyűlésén 47 és fél volt. Erre utal, hogy a múlt hét végéig már több mint 1 millió adtak szavazási meghatalmazást valakinek. Franciaországban ez lehetséges. A kiemelkedő szám azt jelzi, hogy a tudatos szavazók jó részét minden oldalon sikerült mozgósítani. Rájuk számít Macron is, aki egy héttel az első forduló előtt szenvedélyes hangvételű nyílt levélben buzdította honfitársait, álljanak ki az együtt mellett, hogy el lehessen kerülni a mindkét oldalon felelőtlen ígéretekkel szélítő ellenzék okozta káoszt. Közeledik a HVG podcastok tavaszi évadjának a vége. Mi pedig azt szeretnénk, hogy ősszel még jobb műsorokat készíthessünk. Ez viszont szükségünk van a segítségedre. Ha van 5-10 perced, kérlek, töltsd ki a leírásban található kérdőívünket, és mondd el a véleményed a HVG összes műsorával kapcsolatban, amit hallgatsz. Köszönöm. Korszakos lovak király, vagy az atyai örökséget eltékozló kalandor volt inkább anzulajos, akit a romantika korabeli történeti emlékezet ruházott fel a nagy jelzővel. Mostán három tenger Magyarország partjait. Mi a végső mérlege Lajos uralkodásának? Lentár Balázs vagy gonosz című sorozatának fókuszában első Lajos király volt. A királyi pár és gyermekeik 1330. áprilisának egy délelőttjén éppen késői reggeléhez készültek a Visegrádi palotában. Az uralkodó első károly király hatalma csúcsán állt, és az öröklése is biztosítottnak tűnt. Hiszen felesége, Piaszt Erzsébet két fiúval is megajándékozta. Az ekkor négy éves Lajossal és a két és fél éves Andrással. Károly hatalma biztos tudatában a legelemek biztonsági intézkedéseket is elhanyagolta, ami majdnem végzetes hibának bizonyult. Ugyanis az étkezést egy felbőszült nemesúr zavarta meg, aki kivont karddal, támadt rá a királyi családra. A merénylő, zák Felicián, indítékai ma sem tisztázottak. A romantikus és kevésbé valószínű magyarázat szerint a királyné udvarhölgyeként szolgáló lánya megbestelenítéseért akart bosszút állni. Mások szerint viszont a semtei várnagyság elvesztése fölött is értettségét jött megtorolni. Akármi is váltotta ki a merényletet, az biztos, hogy Felicián úr támadásakor az uralkodó család közelében egyetlen valamire való testőr sem tartózkodott. A dühöngő nem a királyra rontott, akit könnyebben meg is sebzett a karján. Károlyt azonban Erzsébet próbálta a testével védeni, így a súlyosabb sérülést is neki kellett elszenvednie. Zák Felicián kardjával négy ujját is levágta a királynénak, mert ezután a gyerekek ellen fordította a fegyverét. Lajos és András hercegek csak a szolgák önfeláldozó közbelépésének köszönhették életüket. Lajos herceg hajából néhány fürtöt még így is lemetszett a támadó, akit végül az egyik értek fogó fékezett meg azzal, hogy törével a nyaka és a lapockája között keresztül döfte. A súlyos sérüléstől Zák Felicián a földre került, és az ebben a pillanatban betoppanó katonák aprították Miszlikbe. Az ifjú Lajos Herceg gyermekkorának minden bizonyja ez volt a legtraumatikusabb emléke. Ám a későbbiekben látni fogjuk, hogy a merénylet egyáltalán nem tette uvatoskodóvá vagy kockázat kerülővé a majdani királyt. Lajos 1326-ban született, és akkor még úgy nézett ki, hogy a másodszülött fiúk sorsa jut osztály részéül. Károly királynak ugyanis feleségétől, a lengyel piaszt Erzsébettől ekkora már született két fia. Azonban a kis Károly herceg nem élte meg az első születésnapját sem. Ám az 1324-ben világra jött második fiúk, László Lajos születés akkor is életben volt még. Bár már nem sokáig. Akkor a jellemzően magas gyermekhalandóságnak ő is áldozatául esett 1329-ben. Innentől kezdve Lajos volt a trónörökös, és ennek megfelelő neveltetésben is részesült, és ahogyan a későbbi források is alátámasztják, igen, bensőséges kapcsolatot ápolt az édesanyjával, aki a későbbi király hagyjárata idején gyakran uralkodott a külföldön halakozó fia helyett. Amikor 1342-ben meghalt első Károly király, akit a magyar történeti emlékezet helytelenül Károly Róbert néven tisztel, egy minden szempontból stabil és prosperáló országot hagyott fiára. Persze nem ment ez simán. Károlynak 20 évébe telt, mire képes volt felszámolni az utolsó árpát házi uralkodók életét megkeserítő nagyhatalmú arisztokraták ellenállását, akiket egyáltalán nem véletlenül neveztek kis királyoknak. A pénzügyeit tekintve egy stabil ország és az élén álló, megkérdőjelezhetetlen hatalmi centrumként működő királyi udvar lehetővé tette Lajos számára, hogy megvalósítsa apja külpolitikai vízióit. Károly ugyanis a magyar királyságot az Anzsú dinasztia nagyhatalmi ambícióinak ugró eszkájához szánta. Ezt azt alá, hogy élete vége felé 1339-ben egyességet tudott kötni harmadik Kázmér lengyel királlyal. Mi szerint, ha valamelyikük törvényes utód nélkül halna meg, akkor a másik vagy annak a fia örökli a koronáját. Károly könnyű szívvel mehetett bele az egyességbe, hiszen a megállapodáskor neki már három törvényes fia is volt. Lajos, András és István hercegek. Még Kázmérnek csak lányai születtek. Ennek megfelelően a Károly halála után trónra lépő ifjú Lajos királyra már az uralkodásának első pillanatától kezdve a lengyel trón várományosaként is tekintett a korabeli Európa. Lajos király emlékezetének legfontosabb eleme a győztes hadjáratokat vezető, katonái csatába vezető harcos, lovak király eszménye. És ennek a képnek Lajos, legalábbis élete első felében, kortársait is túl teljesítve igyekezett megfelelni. Ezért is választotta példa első László királyt, és az sem véletlen, hogy Árpád házi elődjét éppen az ő uralkodása alatt nyilvánította Szenté a Szentéa pápa. Persze az ifjú király kockázatokat kedvelő természetének megvoltak az árnyoldalai. Az itáliai félszigetre vezetett hadjáratai folyamán többször is megsebesült. Volt, hogy egy vár vívásakor a támadókat vezetve kőtől találva zuhant le az ostrom létlaráról. Ám a hagyára gyors folytatásából arra következtethetünk, hogy ekkor még komolyabb baja nem esett. Nem sokkal később azonban egy másik erősség, a Versa Ostromakor, szintén egy roham élén, számszerű a lábon lőtték. Ezt már nem úszta meg olyan könnyedén. Ez egyik forrás részletekben menően számol be arról, hogy a hadvezére Laszki István 12 rendással tépte ki a sebből a lövedéket. Lajosnak ráadásul ezen tortúra után sem lehetett nyugta, mivel a király sebesülése miatt aggódó katonákat meg kellett nyugtatni. Így a hadjárat tényleges, katonai vezetését végző Lackfi lóra parancsolta az ifjú királyt, és körbe hordoztatta az ostrom táboron, ami a legenyhébben fogalmazva sem lehetett egy túl kellemes élmény az uralkodó számára. Máskor volt, hogy csatában egy nehezebb bunkóval csapták fejben, ami a sisak dacára is komoly sérülést képes okozni. A király nem csak a téren volt vakmerő. Egy vadászat alkalmával egyetlen dárnával rohant rá egy sebesült medvére, és egy hülye embere nem sejte segítségére, minden bizonyal megölte volna a felbőszült állat. Lajos 16 évesen lett király, és két évvel később már részt vett az akkoriban még pogány litvánok ellen indított keresztes hadjáratban. Ez még önmagában magyarázható volna a királynak a lovagi eszményekbe és Isten bevetett hitével, bár hozzá kell tenni azt is, hogy Lajosnak személyes érdeke is fűződött a litvánok megrendszabályozásához. A korszakban a litvánok épp egy nagy birodalom kialakításán dolgoztak, ami egy rövid időre létre is jött, hiszen a 15. században a területük a Balti tengertől a Nyeper torkolat vidékeig húzódott. A litvánok a 14. század folyamán gyakran próbálkoztak azzal is, hogy a területeiket a lengyel királyság rovására növeljék meg. Lajos pedig az apja által megkötött egyesség értelmében méltán gondolhatta, hogy a saját örökségét védelmezi, ha fellép a litván hódítókkal szemben. Hasonló megfontolások vezették Lajost Itáliába is, hiszen az Anzsú dinasztia uralta ekkoriban a nápai királyságot, és a tervek szerint a magyar királysággal a nápai Anzsuk úgy fűzték volna szorosabbra a szálakat, hogy a dél-itáliai országot uraló bölcs Róbert király unokáját, Johannát hozzáadják Lajos öccséhez, András herceghez. A jelek szerint azonban Robertnek ez az elképzelés annyira nem volt ínyére. Legalábbis 1343-as halála előtt Johannát nevezte meg egyedül időkeseként. Mindezt tetézte, hogy nem sokkal később András meg is gyilkolták, és bár egyértelműen azóta sem sikerült bizonyítani, Johannának közel lett volna a merénylethez, ám a férje halála utáni viselkedése meg éppenséggel Lajos nem tudta meggyőzni az ártatlanságáról. Így némi diplomáciai közjáték után Lajos 1348-ban hadat üzent Johannának, majd több sikeres hadjáratot vezetett az ország ellen. Lajos, ahogyan a litvánok ellenében, ugyebben ebben az esetben is a saját öröksége védelmében lépett fel, hiszen az ő olvasata szerint Andrásnak, nem pedig Johannának kellett volna uralkodni a nápolyi királyság fölött. Így a jogos bosszúvágyon túl a család itáliai érdekeltségeinek helyreállítása is motiválta. Azonban hiába voltak a magyar csapatok sikeresek Itáliában, nem a csaták megnyerésével volt a gond, hanem a királyság fölötti uralom tartós biztosításával, amit Lajos nem volt képes megoldani. Ehhez természetesen hozzájárult az Európába, Ázsiából, Itálián keresztül megérkező nagy pestis járvány. Illetve az is, hogy a király egész uralkodása alatt nem mindenok ok nélkül Magyarországot tartotta a központjának. Így a hadjáratokat követően odatért vissza. Lajos és magyar katonái távollétében pedig a helyben lévő ellenségei mindig könnyűszerrel képesek voltak rendezni soraikat. Így egy idő után Lajos király maga is belátta, hogy hosszú távon nem lesz értelme az Itáliába vezetett hadjáratoknak, és az András révén támasztott trónigényét távoli rokonára, a tragikus sorsú Duradzói Károly hercegre ruházta át. Lajos királynak nem csak a harcszéri sérülésekkel gyűlt meg a bajam, hanem a pestissel is. Minden jel szerint ugyanis elkapta a betegséget. Sőt, ifjú felesége, Luxemburgi Margit áldozatul is esett a fekete halálnak 1349-ben. Házasságuk Margit fiatalsága miatt a királyné halálakor 14 éves volt, gyermekterem volt. Így Lajosnak sürgősen újra kellett házasodnia. Viszont ilyen fura módon nem a korabeli Európa illusztris uralkodó dinasztiái valamelyikéből választott magának feleséget, holott megtehette volna, hanem egy hűbéresének, Kotromanic István Bosnyák bánnak a lányát, Erzsébetet vette el. Ezzel a házassággal több gond is volt. Egyfelől a rangon a Lulinak számított, másfelől Erzsébet negyed volt Lajosnak. Így ebben az esetben külön pápai engedély kellett a frigyhez. Lajos ezt meg sem várva vette nőül Erzsébetet. Az utólagos beadványban egy bizonyos okra hivatkozva indokolta döntését a pápának, amiről nem annyira nehéz feltételezni, hogy Erzsébet a házasságkötés pillanatában már állapotos volt. Erzsébetet a korabeli források igen szép nőként festik le. Így mindezek összessége arra enged következtetni, hogy nem egy a korszakban megszokott, elrendezett dinasztikus láthatunk, hanem szerelmi házasságot. Érdekesség, hogy az idősödő piaszt Erzsébet féltékenyen őrizte a kormányzati pozícióját, még újdonsült megyével szemben is. Itt továbbra is az anya királyné uralkodott régensként, amikor Lajos nem tartózkodott az országban. Kotromanic Erzsébet emiatt nem szerezhetett egy gyakorlatot az ország kormányzásában, aminek nagyon súlyos következményei lesznek az házra, és Erzsébet saját sorsára nézve is. Klasszikus közhely Lajos Birodalmáról, hogy három tenger mosta a partjait. Ez kezdetben nulla volt, ugyanis bár első Károly képes volt békét és stabilitást biztosítani a magyar királyságon belül, ám ezt megelőzően a belháborúktól meggyengült ország elvesztette a Horvátország és a Dalmáciai tengerpart fölötti ellenőrzését az ekkoriban már a Balkánon terjeszkedő velencei köztársaság ellenében. Lajos ennek megfelelően a korábban elvesztett déli területek visszaszerzésére is időt fordított az 1340-es és az 50-es évek folyamán. Illetve a későbbi években is több háborúban igyekezett csökkenteni Velence befolyását a térségben. A Balkánon hűbéresévé tette Boszniát, és a szerb cárságtól visszaszerezte a mocsói bánságot. Továbbá hűbéri függésbe kényszerítette a két román fejedelemséget is. Havas és Moldvát. Mindezen eredményeivel azonban csak az Adriához jutott ki, mivel a két román fejedelemséget a korszakban elzárta a Fekete Tengertől egyfelől az Aranyhorda, másfelől pedig a második bolgár birodalomból kiszakadt és a bizánciak védelmét élvező karvonai potátus. A Lajosi Birodalom tengereinek száma a lengyel korona 1370-es megszerzése után sem változott, ugyanis a korabeli Lengyelországnak nem volt kiárata a Balti tengerre. Hozzá kell mindehez tenni azt is, hogy Lajos Birodalma nem volt egyenlő a magyar királysággal. Nem csatolta Lengyelországot sem Magyarországhoz, így még ha a három tenger legendája igazi volna, akkor Magyarország partjait mostnak volna. Nem mindenki volt boldog attól, hogy harmadik Kázmér halála után a korabeli megállapodás értelmében első Lajos király örökölte a trónt. Olyannyira nem, hogy a lengyel urak egy része Lajos megérkezése előtt temette el a halott királyt, ami komoly udvariatlanságnak számított. Ráadásul később Kázmér egykori alkoncellárja még fel is törte a sírt, és a királyjal eltemetett uralkodási jelvényeket ellopta a sírból, hogy azokat Kázmér unokájának adják át. Mert mint kiderült, Kázmér után maradt egy végrendelet, amiben fiával fogadta unokáját, és akkor a területet bocsátott volna a rendelkezésére, amit ha végrehajtanak, lényegében ketté szakította volna az országot. Szerencsére ez a helyzet a lengyel urakat is megosztotta, és végül az a csoport nyerte a vitát, amelyik tiszteletben kívánta tartani az első Károly és harmadik Kázmér között köttetett egyességet. Az 1370-es évekre azonban már egy a lengyel kérdésnél sokkal fontosabb gond nyomasztotta Lajost. Ugyanis ekkor már biztos volt, hogy nem lesznek fiú örökösei. Erzsébet ugyanis csak lányokat szült neki. A király pedig innentől kezdve azon dolgozott, hogy a lengyel és a magyar urakkal is elfogadtassa a lányai trónigényét. A többes szám azért indokolt, mert kezdetben a király legidősebb lánya Katalin hercegnő volt a trónörökös. Ám 8 éves korában 1378-ban meghalt, így Huga, Mária hercegnő vált az örökösé. Lajos ezen igyekezete egy ügyes politikai húzással Lengyelországban gyors sikert hozott. Magyarország azonban keményebb diónak bizonyult. Lajos belpolitikájában is lényegében az apja által elkezdett irányban alatt folytatta. Nagy hangsúlyt fektetett az urbanizációra és az abban rejlő kereskedelmi potenciál fejlesztésére. Az ősiség törvényével megakadályozta a nemesi házak elszegényedését, miközben nem egy meg megbízható emberét jóformán a semmiből felemelvetette dúsgazdag főúrra. Lajos uralkodásának második felében azonban megváltozott. Egyre ritkábban vezetett személyesen hadjáratokat, és egyébként is visszavonult életet kezdett élni. Valami titokzatos betegség kínoszhatta. Van olyan elmélet, hogy ez a lepra volt. A rejtőzködést ez több szempontból is indokolhatta. A testi elváltozáson túl például azért is, mert a korszakban a leprás megbetegedés az uralkodásra való alkalmatlanságot is jelentette. A lepra elmélet hangoztatói egyebek között a királyról a képes krónikában megjelent festményt tekintik erre a bizonyítéknak. Mivel azon Lajost a krónikában ábrázolt királyok közül egyedüliként fehér kesztyűben lehet látni, ami a korban a leprások egyik közismert viselete volt. Emellett az úgynevezett oroszlán arcot is fel lehet fedezni a királyon, ami a késői lepra egy jellegzetes tünete. Ellene szól azonban a leprának, hogy Lajos élete utolsó évtizedében több gyermeket is nemzett. Illetve az is, hogy a korszakban a diagnózist meglehetős nagy osztogatták. Így több másik bőrbetegség esetén is, például pikkely, sömör, rüh, hajlamosak voltak leprát megállapítani. Akárhogy is volt, Lajos visszaúzódása a tény. ugyanaz az is, hogy élete utolsó éveiben egyre nagyobb beleszólást engedett a báróknak is a hatalom gyakorlásában. Ez bizonyítja, hogy az 1370-es évek második felében a legfontosabb végleges döntések hitelesítésére szolgáló királyi nagypecsét nyomójának előlapját a kancellár őrizte, és a bárók, illetve a főpapok akaratának kifejezője volt. míg a hátlap nyomója az anyakirálynél birtokában volt. Ekkoriban lehet megfigyelni, hogy változásnak indult Kotromanic Erzsébet helyzete is, itt korábban teljesen kirekesztett a hatalomból. Ám Piaszt Erzsébet ekkor már erősen öregedett, 1380-ban meg is halt, és egyre nyilvánvalóbbá vált mindenki számára, hogy a betegeskedő király halála után a kiskorú Mária helyett valójában az anyja fog uralkodni. Kotromanic Erzsébetnek pedig túlságosan is ízlett a hatalom. Így Lajos 1382-es halálát követően mindent elkövetett annak érdekében, hogy ne kelljen átadni az uralmat, és lényegében Garai Miklós Nádorral ketten próbálkozták meg az ország vezetésével. Aminek a vége egy olyan nyílt összecsapásokkal és politikai gyilkosságokkal tarkított belviszály lett, amihez képest sok Shakespeare-i királydráma cselekmény is eltörpül. Lajos az utókor ruházta fel a nagy jelzővel. És valóban halál akkor a korabeli kelet-közép-európa legjelentősebb birodalma volt az övé. Van olyan kritika vele szemben, hogy a szüntelen háboroskodásával eltékozolta a örökségét. Ám valójában beteljesítette azt, hiszen külpolitikájában és belpolitikájában is hülyen követte az első károly által kijelölt utat. Az ő és az ország szerencsétlenségére azonban hatalmát nem tudta bebiztosítani egy fiú örökössel, és a nőuralomtól eleve idegenkedő bárokat még jobban elvadította Mária támogatásától, az uralkodásban tapasztalatlan, ám annál éhesebb kotromani cserzsébet alakja. Bár mindezek megakadályozására Lajos alig ha tudott volna bármit tenni, a birodalma ugyanakkor a halála pillanatában széthullott, és a magyar királyság visszazuhant abba a káoszba, amivel annak idején első Károlynak kellett vérverejtékes, évtizedeken át tartó munkárán kiemelnie. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elviterről. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, hogyan építi brüsszeli udvarát a NER, miért nem volt semmi értelme a hétfőn megszűnő kötelező akciózásnak, a medián pedig átfogó kutatást készített a magyarok korrupcióval kapcsolatos hozzáállásáról. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Az első hónapban csupán 360 forintért. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra.